Thank you.
megtiltására járhat.
Mindeközben Dobby a pontgyűjtésről sem feledkezik meg, így a fél idő végére 44-29. Megnyugtatónak tűnik az Eteraklis előnye. A közönség együtt él csapatával. De vajon valóban megnyugtató az előny? Itt Körmenden már mínusz 18-ról is nemrégen vesztett csapat, méghozzá a Csepel, és így esett el a bajnoki döntőbe jutásról. Úgyhogy itt minden lehetséges. A második fél időben minden marad a régiben. A Körmend nem tudja hátrányát 10 pont alá csökkenteni, sőt, amikor a 12. percben húd, majd Molnár is kipontozódik lélekben, mintha fel is adnák. Amikor a mérkőzés vége előtt egy perccel Lukoziusz kosarával már 87-64-re vezet az ETL Heraklis, izzik a csarnok, hiszen itt a magyar arány. Még fél percnél több van hátra a játékból, amikor Polster szerelése nem egy beállni szándékozó kosárda cserejátékosra, hanem egy vízilabda csapat centerére emlékeztet inkább. A végére pedig az is kiderül, hogy magyar kosárlabda ország felett újra kék az Isten. Hogy Katonai Imre szerint miért kék, azt még szavakba tudta érteni. Egyszerű oka van, egyszerűen idegileg agyonnyomtat a csapatot. Most már harmadszor sajnos hazai pályán. Hogy Farkas Sándor, az ETL Heraklis, a bajnok csapat edzőinek mi a véleménye erről? Ezek a képek biztosan.